Arigato! Dobos. Jé, itt van Pokolyó. Nézzétek! Mit csinál? Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Látja vagy hallja valaki közületek, hogy mit csinál Pokolyó? Dobol! Veri a dobot! Ahogy mondjátok, dobol! Jó nagy hangja van, igaz? Igen, a dob csodálatos hangszer. Ajaj, hát igen, jó hangos, Pokolyó. Igen, tényleg hangos. Pokolyó, Pokolyó! Igen, hát a dob eléggé... Dob, hangos! Igen, hangos. Mi lenne, ha... Pokolyó! Mutatom barátoknak. Pokolyó! Pokolyó! Szerintem Szundi madár éppen szundikált. Nem biztos, hogy most dobolni szeretne. Vagy hallgatni a dobpergést. Jé, itt van Eli, és milyen gyönyörűen táncol. Ajaj, Eli, nem esett bajod. Figyelj, Pokolyó, szerintem most Eli sem szeretne dobolni, mert most táncol. Pokolyó, sajnos Pátó sem akar dobolni. Pokolyó, várj! Sajnos Pokolyó egy kicsit megsértődött. Pokolyó! Pokolyó!
Tudom, hogy dobolni szerettél volna. De néha előfordul, hogy a többiek nem pontosan ugyanazt akarják csinálni, amit te. És nem pontosan akkor, amikor te akarod. De talán, ha vársz egy kicsit, és később visszamész, amikor befejezték. Dob! Igen, tudom, Pokolyó. Szerintem most dobolhatnál egy kicsit. Nincs a közelben senki, akit zavarna. Úgy értem, aki most élvezné a játékodat. Ó, nézd, Pokolyó, itt van! Pokolyó, ha egy pillanatra abba hagynád... Szerintem a barátaid szeretnének egy kicsit dobolni, Pokolyó. Eli, patód, dob! Hát igen, ahogy mondani szoktam, a türelem rózsát, illetve ebben az esetben jó közös dobolás terem. Éljen, Pokolyó! Pápá! Nem sokára találkozunk! Pató! Eli! Nagy verseny. Nézzétek, ott van Pokolyó és Eli. Együtt gurulnak. Ha-ho, Pokolyó, ha-ho, Eli. Ha szép idő van, nincs jobb, mint egy kellemes, közös kirándulás. Együtt vagy a barátaiddal, és közben csodásan érzed magad. Csiha! Ajjaj! Úgy látom, Eli és Pokolyó kellemes kis kirándulásából inkább versenyzés lett. És Pató is itt van. De hová megy? Ja, látom, ott van. Pató azt szeretné, ha Pokolyó és Eli tényleg versenyeznének. Hű, de izgalmas! Ide mindenki! Eli és Pokolyó versenyezni fog, hogy kiderüljön, melyikük a gyorsabb. Szerintem Pató el akarja indítani a versenyt. Mit mondasz, amikor elindítod a versenyt, Pató? Igen, azt mondod, vigyázz, kész, és utána mi jön, Pató? Ajaj, Pató nem emlékszik, hogy mi jön ezután. Segítene valaki Pátónak elindítani a versenyt? Mondjátok velem együtt. Vigyázz, kész. Rájt! És elindulta. Nagyszerű. Ugye milyen izgalmas? Pokolyó és Eli fej-fej mellett haladnak. Csiha, szerintem felébresztették Szunni madarat. Na hát nézzétek, mintha ő is részt akarna venni a versenyben. De nem tud valami gyorsan menni. Úgy látszik, mintha Eli vezetne. Ajjaj, micsoda bal szerencse! Eli elakadt a homokban. És ott megy Pokolyó! Ott hagyja szegény Elit a pácban. Úgy értem, a homokban. Na várjunk csak egy kicsit. Elinek támadt egy ötlete. Vajon mit csinál? Kihúzza magát! Húzd, Eli! Húzd!
Sikerült! Eli újra versenyben van! Jól mész, Pokolyó! Nagyon nagy előnyöd van! Megizzadtál rendesen, ugye? Hajjaj! Hát ez nagyon furcsa. Most mit csinálsz, Pokolyó? Fagyi! Fagyizol a verseny kellős közepén? Hát nem mondom. Te aztán bízol magadban, ha most nekiállsz fagyizni. Hé, Eli! Hát szerintem el kéne indulnod, ha meg akarod nyerni a versenyt, Pokolyó. És újra versenyben! Nézzétek, Pokolyó, hogy szágul! És itt jön Szundi madár! Pokolyó és Eli ismét fej-fej mellett halad! Micsoda verseny! Ajjaj, mi volt ez? Úgy látom, szétesett a kocsi és a roller is. Pedig már olyan közel volt a cél. Ajjaj, hogy fogja Pokolyó és Eli kocsi és roller nélkül befejezni a versenyt? Azon gondolkodom, talán valahogyan mégiscsak be lehetne fejezni a versenyt. Gondolkozz, Pokolyó! Van egy olyan kocsi darabkád, ami még mindig működik. És Eli, neked is van! Pokolyó, hogy tudnál egy új járművet csinálni? Segítsetek Pokolyónak és Elinek kitalálni, hogyan csinálhatnának egy új járgányt. Össze! Rakjátok össze! Igen. Ha a két darabot összerakjátok, elegánsan befejezhetitek a versenyt együtt. Nézzétek! Pokolyó és Eli csinált egy... rolcsit! Igen! Tökéletes! Úgy tűnik, mindketten megnyertétek a versenyt. Együtt! Ó, hát... igazából azt hiszem, hogy... Szundi madár lett a győztes. Szerintem ez is csak azt mutatja, nem az a lényeg, ki halad át elsőként a célvonalon, hanem hogy hogyan jut el addig, és kivel. Ilyen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pato! Hozzá. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, hová ilyen sietve? Csíha! Eli micsoda gyönyörű várkastélyt épített. Szerinted is, Pokolyó? Mi az, Eli? Valami baj van?
Ó, értem már. Hiányzik valami. Pokolyó, látod, mi hiányzik Eli várkastélyáról? Segítenétek Pokolyónak kitalálni, mi hiányzik Eli váráról? Róla. Úgy bizony. Egy zászló kell még rá. Mindenit. Mit akar Eli mondani? Szerintem Eli arra szeretne kérni, hogy ne nyúj hozzá a kastélyhoz, amíg vissza nem jön. És hogy vigyázz, hogy más se nyúljon hozzá. Ne nyúj! Igen, így van, Pokolyó. Ne nyúj! Itt van Lula! Ne nyúj! Mire gondolsz? Oh, itt van Pato! Pato, ne nyúj! Ó, szerintem Pátót nem nagyon érdekelte. Ne nyúj! Ne nyúj! Szerintem ez nem igazán jó ötlet, Pokolyó. Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy mit kért tőle Eli? Úgy látom, Pokolyó szeretne mutatni nekünk valamit. Nézzük csak. Mi ez, Pokolyó? Semmit sem látom. Pokolyó, mit műveltél? Igen. Ez ügyes húzás volt, Pokolyó. Hát, azt hiszem, valakinek most mondania kellene valamit. Hát itt vagy, Pokolyó! Eli, Pokolyó nyúlt. Bocsánat, Eli. Jól van, Pokolyó. Bocsánatot kértél, és most igyekszel Elit felvidítani. Nagyszerű! Újra felépítetted a várkastélyt. Szebb, mint valaha. Éljen Pokolyó és Eli! Ha barátokról van szó, minden rendbe hozható. Pápá, nem sokára találkozunk. Thank you.
Tato! Eli! Lula! Sunt imadar! Titokzatos lábnyomok. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, mit csinálsz? Követed valakinek a nyomát? Vajon kinek a lábnyomai lehetnek? Elég aprócskák. Azt hiszem, tudom. Pontosan akkorák, mint Pokolyó talpa. Segítene valaki Pokolyónak kitalálni, kinek a lábnyomai ezek? Pokolyói! Ezek Pokolyó lábnyomai! Igazuk van. Pokolyó, a saját lábnyomaidat követed. De mi ez? Nézd, újabb lábnyomok. És a lábnyomok gazdája biztos, hogy nem hord cipőt. Sőt, szerintem neki nem is talpa van, hanem tappancsa. Kinek a lábnyomai ezek, tudod, Pokolyó? Mondd csak, a te lábnyomaid, Pokolyó. Segítene valaki Pokolyónak kitalálni, kinek a lábnyomai ezek? A kutyái! Lulái! Igazatok van! Lula lábnyomai! Tudjátok, előfordul, hogy lábnyomokat vagy más nyomokat hagyunk magunk után, amikor például a vízparti homokban sétálgatunk. Tűha, ezek aztán titokzatosak. Kinek vagy minek a lábnyomai lehetnek? Kerek! Igen, kerek nyomok. Nagy! Igazad van, jó nagyok. Sokkal nagyobbak, mint a te lábnyomaid, Pokolyó. Nagy, kerek talp. Vajon kié lehet? Pokolyó, tudod, hogy kinek a lábnyomai ezek? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy kinek van ilyen nagy, kerek lábnyoma? Igazatok van! Pokolyó barátjának, Ellinek a lábnyomai. Ahó, Eli! Eli, te aztán tényleg nagy lábon élsz! Van valaki, akinek nagyon-nagyon érdekesek a lábnyomai. Ahó, Pato! Úszni mész? De miféle nyomok ezek? Nagy! Igen, a nyomok gazdájának hatalmas nagy lába van. Még Eliénél is nagyobb. És bárki legyen is az, úszó hártya van a lábán. Szóval bárki is hagyta ezeket a nyomokat, az biztos, hogy nem kisfiú, kutya vagy elefánt volt. Igaz, Pokolyó? Akkor vajon ki lehet? Szörny.
Jaj, nem! Pokolyó szerintem biztos, hogy nem szörny. Pokolyó? Pokolyó, ha esetleg megnéznéd a... Pokolyó, tudom, hogy most azt hiszed, nagyon közel van az a szörnyeteg. De hidd el, nem kell megijedned. Nézd, Pátó, hát nem furcsa? A nyomok közvetlenül mögötted vannak. Látod, ki hagyta ezeket a rémisztő nyomokat, Pokolyó? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, kinek a talpa illik bele ezekbe a nyomokba? Végig Pátó volt az. Úszni ment, és így slattyogott az uszonyaiban. Éljen, Pokolyó! Megfejtetted a hatalmas szörnyeteg rejtélyét. Okos vagy. Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.